Sziasztok! Afrika, India, vadállatok őshona. Afrika, India, vadállatok őshona, mondja a versidézet. És hát valóban ezen a két földrészen él talán a legtöbb egzotikus állat a Földön. Ugye nem említettük Amerikát és Ausztráliát. Na de az előbbi fényszínház jelenet kapcsán ti mennyi állatot ismertetek fel? Egyáltalán vannak kedvenc egzotikus állataitok? Bizonyára igen. Ezzel én is így vagyok. Rengeteg sok állatot szeretek és kedvelek, és ezek közül nagyon sok a trópusi és az egzotikus állat. Ha csak tehetem, és eljutok az állatkertbe, akkor fotózok, rengeteg sok ilyen állatot fotóztam már, és ha időm engedi, akkor le is rajzolom őket. Hát bizonyára felismertétek a négy állatot, és akkor azt is meg tudjátok valószínűleg mondani, hogy miért ezt a négy állatot választottam ki ennél az utóbbi kis filmnél. Hát azért, mert talán a leggazdagabb, legkülönlegesebb a mintázatok. Ugye láttunk egyszer egy zebrát, láttunk egy nagytestű zsiráfot, egy tigrist és egy leopárdot. Ugyanilyen gyönyörű a mintázatok. Gyakorlatilag nem tudok különbséget tenni, hogy melyik a szebb. Szerintem mindegyik gyönyörű. Viszont a leopárddal kapcsolatban van egy érdekes mesé. Hogyan lett egyáltalán a leopárdnak ilyen foltos a bundája? Erről szól ez a mese. Most felolvasom nektek. Ez egy afrikai törzsi mese, egy szenzációs könyvben olvasható, a címe Hogyan győzte le a jaguárt a teknős. A mese címe pedig A leopárd és a tűz. Afrikai népmese, Mokwe törzs. Nampa, a leopárd, régen tiszta fehér volt. Foltos bundáját csak később kapta, emingyen. Nampa barátságot kötött Enával, a tűzzel. Nampa mindig Ena házába ment, mert jól érezte magát nála. Minden napot üldögött a tűznél. Egyszer azt mondta Enának. Én minden nap felkereslek, te azonban sohasem látogatsz meg. Így van, mondta a tűz. Gyere el egyszer hozzám. De nem ijedsz meg, ha elmegyek? Kérdezte a tűz. Nem.
akkor ma este meglátogatlak. De ha már elindultam, nem tudok ám visszafordulni. Ena egy jó mérföldnyire lakott Nampától. Este elindult, hogy barátját meglátogassa. Az útjábelső füvet és bozótot felperzselte, széles, üszkös utat hagyott maga után. Amikor Nampa ezt meglátta, oda kiáltott. Mégis jobb lenne, ha nem jönnél tovább. Én jó előre megkérdeztelek, nem ijedszenek tőlem. Azt is megmondtam, hogy ha már úton vagyok, nem fordulhatok vissza. Ena egyre közeledett. Körülvette Nampa házát. Nampa az utolsó pillanatban ugrott ki a házból, és bemenekült a bozótba. Közben az égő fa és szalma itt-ott megperzselte szép fehér bundáját. Azóta fekete foltos Nampa, és nem lakik, mint azelőtt házban, hanem a bozótban, és nagyon fél a szavanna tüzétől. Hát így szólt a leopárd és a tűz története. Most pedig arra kérnélek benneteket, hogy ezen a szenzációs illusztráción, amit a néhai kiváló grafikus Balogh Péter Pál készítette ez a csodálatos könyvhöz, amit mutatok nektek még egyszer, és ami gyerekkorom kedvenc mesekönyve volt, egyébként most is. Szóval ezen a szenzációs illusztráción készítsétek el a leopárd mostani mintázatát, tudjátok, ezzel a segítséggel. Jó? Dolgoztattok ceruzával, színes ceruzával, filctollal is, amivel szeretnétek, és küldjétek el a múze címére. A film elején látott fényszínház jelenetet ti is el tudjátok készíteni nagyon egyszerű módon. Mutatom, hogy mikre lesz szükségetek. Először is egy doboz karton. A karton mindenki talál. Különböző csomagolásokból visszamaradt kartonok széleit simán felhasználhatjátok. Az a lényeg, hogy minél vastagabb legyen. Jó? Aztán mindenképp kell egy ceruza. Ha van hurkapálcika a ceruza mellé, az nagyon jó, de ha nincs hurkapálcika, a ceruza is szuper lesz. Kell majd egy olló. Ha vékonyabb a kartonunk, akkor valamilyen ragasztó. És ami nagyon fontos, hogy legyen egy olyan fehér lepedő, ez mindenkinél van otthon, egy tiszta, vasalt, lehetőleg vasalt fehér lepedő, ugye mutatom, amivel majd le tudjuk takarni a színház előterét. Továbbá egy zseblámpa, elemlámpa, de ha nincsen, akkor bármilyen csiptetős világításra alkalmas eszköz is, és egy valami olyan szék, amit ha kinyitunk, ugye, már mindjárt letakarva egy kis színházi keretet kaphatunk. A doboz kartonra rárajzolom a zsiráfnak a sziluettjét, az oldalnézeti formáját. Ugye az állatok oldalnézetből a legfelismerhetőbbek. Oké, meg is van. És fogok egy ollót. Bevallom, egy picit előre dolgoztam, és ezt kivágom. Nézni, megvan ez a kivágott kis állatformánk, és már nincs mit mást tenni, fogok egy ceruzát, most jelen esetben nem kell ragasztanom, mert jó vastag ez a karton, alulról bele szúrom ezt a ceruzát, és meg is van a sziluett bábomnak a formátuma. Ugye, felismerhető? Mi akar ez lenni? Mert ez egy zsiráf akar lenni. Na, de akkor hogy lesz ebből színház? Figyeljetek csak! Ide készítettem a széket. Tehát a lényege az, hogy legyen egy ilyen támlája, ami keretet képez az ülőkével. Picit elsötétítettem itt a szobába. A lényeg az, hogy ha természetes fényt használunk, akkor az hátulról világítsa meg magát a jelenetet. Én most rásegítek ezzel a kis zseblámpával, ezt ide az ülőkére teszem. És akkor fogom a lepedőt, rálibbentem erre a támlára. Most itt kirögzítem, egy picit csalok, csipeszt használok, de lehet ezt más egyéb eszközzel is. Az a lényeg, hogy lehetőleg fixen álljon ez a kis lepedő, és egy réteg lepedőt használjunk, mert ha már dupla réteg lepedőt használunk, akkor nem mindig látszanak szépen az állatok. Fogom az állatsziluettet, ugye így is nagyon izgalmas, de most
visszahelyezem ezt a kis ceruzát tartó eszközként, és akkor elhelyezkedek itt a pulpitus mögött. Jó, és már indulat is a báb jelenet, és láthatjátok, hogy önálló életre kell a báb figurám, és egy izgalmas jelenetet alakíthatunk ki. Hogyha van kedvetek nektek is egy hasonló jelenet elkészítéséhez, akkor kérlek, vegyétek fel és küldjétek el a múze címére. Más állatfigurát is elkészíthettek és kiegészíthetitek vele a jelenetet. Várjuk az alkotásokat. Sziasztok!